Sokszából tömött formában készült csokrok, virágdobozok és a rózsaszín minden árnyalata. Ezekről ismerhetők fel azok a kompozíciók, amik baranyai Vivien kezei közül kerülnek ki. Kevesebb zöldet használok, szeretem azokat is, de abból is inkább a különlegesebbet szeretem, és nagyon szeretem a különleges papírokat, tehát a mintás papírokat, az egyszínű papírokat is, de, de hogy egy picit azért modernebb legyen, hogy egy kicsit azért menjünk, menjünk a, a, többi trend felé, úgyhogy szerintem, szerintem a színéből és, és magából abból, ahogy kinéz, abból szerintem már tudják, hogy ez az enyém. Nem vezetett egyenes út a virágokig. Eredetileg lakberendezőnek tanult. Éreztem, hogy valami hiányzik. És ö, hát beleszerettem egy-két virágboltba, ez már, ez már úgy az internet korában ugye nem volt nehéz, és ö, én, is, én is, ilyen csodával szerettem volna dolgozni, szóval én is ilyen szépségek között szerettem volna mozogni nap, mint nap, és hát, és hát így jött, és sikerült megvalósítani. A kávé és a tea szakértője a barista. A termőterülettől kezdve az őrlés finomságán keresztül a készítés módjáig követi a kávé útját. Itt a városban is sokan betérnek egy-egy kávéra a kávézókba. Még ö, nem vagyunk annyira fölkészülve az újdonságokra, tehát egy, egy citromos kávénál már az mondja az ember, hogy az már kicsit sok, viszont itt, itt Kalocsán az a tapasztalat, hogy az igazi olasz pörkölésű és igazi sötét pörkölésű kávékat szeretik. Mint a divat világában, itt is vannak trendek. Ezért is érdemes folyamatosan tovább képeznie magát a baristáknak. Majdnem minden évben változik az egész szokás a kávézási kultúra, Istennek egyre növekvő tendenciában, és egyre jobban elmélyednek abba, hogy, mint az előbb is mondtam, hogy milyen termőterületekről és milyen kávét válogatnak, és hogy milyen blendeket készítenek.